Jó napot kívánok! Ez itt a Konzul főzőiskola. Ma a krumplis tésztát készítem el. Nézzük, mi kell bele. Burgonya, amit kisebb kockákra vágunk fel. Vörös hagyma, ezt finomra. Nagy kocka tészta. Fűszerek. Só, őrölt fekete bors. Piros paprika. Lehetőleg ne legyen csípős. Köménymag. Egy fazéba tegyünk vizet, sózzuk meg, majd fedjük le. Mikor a tészta vize forró, fölforrt, beletesszük a tésztát. Majd egy lábosba teszünk olajat, bele a hagymát. Megsózzuk, hogy hamarabb megdínszelődjön. Kicsit meg is pirulhat. Ha megpirult, rátesszük a burgonyát. Átforgatjuk, hagyjuk eszik egy kicsit pirulni. Majd mehet rá a köménymag, piros paprika. Keverjük át, öntsük föl vízzel. Annyival, hogy pont ellepje. Majd egy kis bors, lefedjük, hagyjuk, hogy főjön. Nyugodtan szétfőhet. Úgy igazán jó. Kóstoljuk meg, ha nem elég ízes, ízesítsük. Kicsit össze is törhetjük. Ettől is csak jobb lesz. Majd mehet rá a tészta. Keverjük át alaposan. Nyugodtan le is pirulhat. Sőt, úgy az igazán jó, ha az alja lepirul. Ezt meleg állapotban nem fogjuk tudni felszedni, de nem baj. Kóstoljuk meg, ha nem elég ízes, ízesítsük, újra kóstoljuk meg. Ha finom, készen vagyunk. Ételünk egyszerű. Finom étel. A megmaradt paprikás krumpliból is elkészíthető. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra! Amennyiben szeretnéd, hogy valamit elkészítsek a közeljövőben, írd meg kommentben, vagy küldj levelet. Amennyiben szeretnél értesítést kapni az újdonságokról, iratkozz föl csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra!